asszonya, hogy... Jó van, nincs ATC. Le kéne lennie. Ja, várja, elnéztem. 122-132 az AM. Szerintem túl sokat nem fog segíteni ebben az időben. És semmi tájéken. Viszünk is valami fegyvert, vagy csak... Hát figyelj, üresen iskolakör. Azt nézem, hogy itt van ez a Fezsó és Sászert, hogy átnézek a másik TS-re, hogy ott van-e. Jó van. Ha nem válaszolsz, akkor indítok ennélküled is. Csak valami falkerem is srác van. Ő jó arc, azt hiszem. Majd bele is lépett. És a Fezsoly. Pull up. Altitude. Miért nem válaszol az ATC? Szabad le. Jó, mondjuk azon kívül, hogy a
Eddie is ismerte már párszor, hogy ja, igen, azért nem válaszol, mert szar. Na igen. Ezen kívül örülnék neki, hogyha lenne. Igen, mondjuk az tök jó lenne, hogyha így speciál az helyet, amit most már így tudom, nyomnak, hogy ilyen-olyannal olyan modulok, meg nem tudom mi helyett így lenne, hogyha ezzel foglalkoznának, amit megjavítják, mert nem működik. Lenne még egy-két ilyen dolog. No. Ja, van Tekken meg ILS, ugye? Minden van. ILS a 108,9. Tekken meg 31 XL világ. Népedről szoktam benézni őket. Vagy Kneeboard, vagy hogy hívják. Én meg a Function 2 Divert, aztán ott van minden. Ja, csak utána vissza kell állítgatnod minden szart, mert rohadékot hagyja. A hádot is odaállítja, meg ilyenek. Az tény. Na jó. Na, kezdem is az első ráfordulást. Gurigálok kifelé a... Nekem fingom nincs, hogy melyik állásban vagyok. Hányos számú gépbe ült? A hármas. Akkor a nyugati pályához vagy nagyon közel. Tehát a nyugat fele néző 27-es pályához vagy nagyon közel. Látom. Így utólag tudom, de nem zavar, ha felveszem. Miért? Miért zavarna? Hát mit tudom én, van akit zavar. Na, nyugodtan. Tőlem akár ki is fosztolhatod bárhol. Én csak fel szoktam menni, aztán hogyha van valami, akkor azért tudja, hogy mondjuk érdekesnek tűnik, mint például ez most. Ezt általában ki szoktam rakni. Csak nyugodtan részemről. Most csinálom azért az Enemy Within-t, meg az F-15 Red Flag-et, az A-10 Red Flag-et fogom csinálni majd, hogyha végre megkapom a rohadt kulcsot hozzá. Mert azért a küldetéseket, mert a mission-t már le tudtam tölteni. Megyek kifelé a pályára, jó? Oké, én jövök be már szemből, úgyhogy majd szólj, amikor jössz fel. Most jövök fel. Oké. Hű, azt te vagy ott a saját fény, távolban. Bezom az infraim. Jajjaj. Hű, de gyors ez így. Nagyon ritkán szállok fel, úgyhogy nincs oda semmi. Távoli. Mi az, hogy távoli? Távoli marker fölött vagyok. Ja. Most én azt hiszem, hogy a közeli marker beacon pittyogó. Ez a távoli vagy a közeli? A lassan villogó pittyogó a távoli, és a közeli meg a gyorsan pittyogó. Ez gyorsan pittyogott, de már 3000-en vagyok. Jó, én közeli 1007, úgyhogy eljöttünk. Baszki. Ez nagyon megy így. Jó, vagy már... Bocs. Mondjad. Nem, csak az asszonyt hallom a háttérre. Hú, de magasra jöttem be, azt a kurva eget. Lesz egy hülye kérdésem, mi ez az iskolakör? Iskolakör? Mhm. Mondjuk ez alapfogalom, mi az? Igen. Ja, hogy. Na figyelj, repülésben úgy van, hogy a legalapvetőbb feladat az az iskolakör. Mhm. Hogy az a lényeg, hogy felszállsz, elemelkedsz, fölmész az iskola kör magasságára, az jellemzően 1000 feet AGL, de egy a géptípustól, repülőgéptől, mindentől függ. Fordulsz egy 90 fokot, az ugye a crosswind leg,
tartod a magasságot, megint fordulsz egy 90 fokot, az lesz ugye a downwind leg, megint fordulsz egy 90 fokot, az ugye a base leg, majd megint fordulsz egy 90 fokot, az meg a final leg. Tehát képzelj el egy négyzet alakú, vagy egy téglalap alakú pattent, aminek a egyik szárának a közepe a kifutópálya, és repülsz körülötte egy téglalapot. Ja, értem. Jól van. Tehát ez a alfája meg omegája a repülés kiképzésnek, ezt gyakoroltatják először. Oké. Okay. Ja, most egy nagyjából, lementem 300 lábbal. Nem tudom, hogy mennyi a tutoriálban az van, hogy 4000-en kell tartani a gépet, ha jól emlékszem. Hát itt egy 4-5000-en kezded el, akkor jó lesz. 4000-en kezdtem, most 3700-ra visszaesett, csak azért, mert azt hiszem, hogy elnyomkodtam a trimmet. Bonyolult időben mennyire repülgettél amúgy eddig? Hát, azt mondom, hogy ez a második alkalom, hogy ilyen időben repülök. Ha, figyelj, az a titka, hogy ne a... Hát még itt a hádot is nézheted, mert arról is lehet, de rendes repülőgépben, ami nem ilyen plastic fantastic, uh-huh. ott a mi horizont varjó magasságmérőről le se veszed a szemet. Kifelé hiába bámulsz, úgyis csak becsapnak az érzékeid. Így van. És ugye arra figyelj, hogy 9-es pálya felől van csak izé. De látom, jó irányba mész. Ja, onnan van téles? Aha. Hát most még ugye nyilván csak az első felével vagyok kész, most fordulok a második 90 fokot, down mindleg. Aha. Tehát arra, amire te fordulsz most, látlak, az a crosswind. Crosswind, aha. De úgy is szokták mondani, hogy első, második, harmadik, negyedik. Fordulom a harmadikat, akkor jön be ugye a pályára már merőlegesen lefelé, és akkor a final negyedik, az meg a... Fordulom a negyediket. Gyarban. Annyi, hogy ez civilben van, így a NATO katonaiban, meg így a eleve a katonaiban úgy szokták, hogy egybe fordulják az első kettő, meg a harmadik, negyedik forduló, tehát ilyen lekerekített téglalapot mennek. Ja, értem. Tehát vadászgépen nem szoktak 4-90 fokos fordulót. Hát mondjuk vadászgépen bonyolult is. Illetve hát nem bonyolult, csak hát nagyon széles lenne az iskola. Igen, igen, nagyon széles lenne. Most vagyok a... Pont az ellenkező irányba megyek, mint a kifutópálya. Na, az a hosszú fal, vagy a downwind leg? Downwind leg, aha. ILS-et be van lőve, ugye? Mhm. Uh-huh. Annyira durva, hogy így pici mozgásra akkora gázt ad így, tehát ugye nyilván van, mit tudom én, minimál fuel, és nincs semmi a gépen, és ugye úgy szoktam menni, hogy mit tudom én, legalább 60-70% nafta, plusz tot, gyakorlatilag volt már nem egyszer, hogy így a max vejt fölé pakoltam, és még úgy szálltam föl, hogy így még kicsit talán a füve hozzáért a kereke, de a lényeg az, hogy ez így annyira durva, hogy így ilyen gyorsan reagál dolgokra az A10, tehát ez a fürgeségét, ezt nem szoktam meg. Ismerős érzés. Hogy mondjam, nem ilyen fürgére számítottam. Én is úgy elbasztam közben. Ha nem baj, jövünk vissza. Na, most vagyok final. Helyes, helyes. Irányod jó? Mhm. Nagyjából.
Nem jó. Még egy kicsit kéne mennem észak felé. De baromi magasan vagyok, úgyhogy úgyis lassan megyek. Most lesz jó. Majdnem. Kicsit jobbra vagy a tengelytől. Igen. Még mindig? Jól látom. Egy kicsit igen. Jó, faszom. Nagyon látlak, csak hát az alapján próbálok belőle, hogy én pont tengelyben vagyok. Külső marka. Most jó. Nagyjából. Altitude. Belső marker, vagy közeli? Közeli, ja. Csíbesz. És ez a CAT 2, és mi a CAT 3, ami mennyi és durvább? Hát ha úgy van, hogy CAT 1, CAT 2, CAT 3A, CAT 3B. És ez a futópálya miért vízszintes látás alapján adják meg. Ezt elkúrtam nagyon csúnyán. És nagyon messze volt az a jótól. Elsőre szép is lett volna, ha sikerül. Ja. Majd át ízzel megy, akkor utána MiG 21, azzal tényleg baszott nagy élmény. Nincsen MiG 21-em. Na. Komoly hiba, egyik legjobb modul. Azt mondták pedig, igen. Mindenki ezt mondja, hogy kurva jó. Én meg ott vagyok vele, hogy gyerekek, meg az A15-t sem tudom igazából jól repülni. Tehát így meg kéne tanulnom. Előbb ezt jól, és akkor majd utána beszélgetünk. De egyébként tényleg, tehát az összes többi modul, mondjuk, hogy majdnem az összes modul megvan. Tehát hogy hívják on kívül, a két MIG-en kívül, meg egy-két második világháborús gépen kívül az összes modul megvan. És azt kell, hogy mondjam, hogy igen, az A10 az tényleg a leg, és amikor azt mondják, hogy láttam videókat ugye a MiG 21-ről, és így mondták, hogy fú, hát ez mennyire, meg hogy látom, hogy mit csinál a csávó, meg ezért tök hasonlít az A10-hez egy csomó tekintetben, tehát ugye nem arra gondolok, hogy milyen felszerelés van rajta itt, hanem arra, hogy mennyire bonyolult, mennyire igényes, meg ilyesmi. És tényleg jó, tényleg, csak ott vagyok vele, hogy így most szívem szerint nem ugranék bele még egy ilyen durvába, mint az A10. Mert biztos vagyok benne, hogy nagyon jó. Figyelj, a MiG 21-et bonyolultságában amúgy hasonlóan ahhoz, hogy egy MiG 21-es az életben mennyire bonyolult. Egy A10-eshez képest nem ilyen életveszély. Tehát nyilván van egy pár dolog, amit meg kell tanulni, de ugye abban nem lesz neked HOTAS rendszered, meg nem fogsz benne széleltolást állítani CCIP-hez, meg nem fogsz benne datalinket használni. Maga a repülőgépnek a mechanikája meg egyebek az nehéz, de alapvetően a rendszerei azok fajék egyszerűségűek egy A10-hez képest. És pont ettől lesz iszonyat feelinges. Uh-huh. Hát a legbonyolultabb dolog, amit egy ZB-be tudsz csinálni MiG-21-jel, az ha radarláncot repülsz, vagy egy RSBN passzátka megközelítés. Azt akartam mondani, hogy majd, hogyha lesz akcióban, akkor majd megveszem. Igen. Az egy komoly Az egy ilyen nagyon... Nagyon olyan dolog nálam, hogy eddig is az összes többi érzőt és modult, majdnem minden modult úgy vettem, hogy akciósan, kivéve az A10-et annó, mert annó nekem, és azért úgy vettem meg annó az A10-et, hogy nem is a DC, tehát nekem annó még az első volt meg, tehát a DCS A10C,
És akkor így bejött ez a DCS World, és akkor mindig mondta, hogy hát, ez tök jó, tök jó, tök jó, mondom, oké, fasza, nézzük meg, mit tud. És egyszer csak így közöttek, jött egy e-mail, hogy amikor beregisztráltam ezen a oldalon, jött egy e-mail, hogy ja, egyébként neked megvan ez a modul is, úgyhogy így tessék, itt van a DCS Worldhez is letöltheted külön. Mondom, jó. Helyes. Tehát akinek, gondolom, akinek megvolt az A10, annak odaadták a Worldhez is az A10 modulnak a gombját. Vagy hát, még jó. Még jó. Ja, jó. Na most. Hásit nézd ilyenkor is, ahogy ott azt közepem azok be. Igen, azt akartam mondani, hogy nem, tehát a hadot sem látom, olyan szinten benn van a fejem a hásiben. Jó, most lesz nagyjából oké. Okay. Most alacsonyabbról is indulok, úgyhogy... Ú, de babán ott van a közepén, azt a mindeni. Na jó, majdnem. Most kicsit túltoltam szerintem. És ott meg kezdheted nézni majd a sárga tűket a... ...izén. Sárga tűket? Ja, bekapcsoljam a izét? Hát állja leszel nyilván. Ja, igaz. Hülye vagyok, nincs bekapcsolva se az ILS, se a tekem, bazd meg. Hát igen, úgy nehéz. Ezért mutatott máshova, és megint máshova mutatott. Picsába. Altitude. Na jó. Istenem, ennyire béna legyek. Altitude. Pedig én ezt tudtam. Tanás úr, kérem, én készültem. Hát, hogy az jártasság, az ember nem csinál ideig, akkor előről kell mindent. Hát nem is az, hanem, tehát így... Amikor csak tudok ILS-sel és tekennel landolok, mert jó buka. Ah, itt van a kifutó, már megvan. Majdnem eltaláltam, nézd oda. ILS nélkül szép teljesítmény. Itt vannak azok a külső markertől a lámpák. Gyakorlatilag fölöttük repülök majdnem, most ők belső markernél. 200 láb magas, 190 sebesség. Féklapátok. Touchdown. Szép, szép. Ajaj, valamit nem jól csináltam. Ja, meg bekapcsoltam a nozzle steeringet instant. És kezdett picsogni, hogy ezé csúszik a kerék. Na. Nyilvánvalóan ír valamit az ezé Night Vision. Ja nem? Ja, hogy csúszik is az egész azért, mert a jeges. Aha! Őhő. Jó munka. Távoli.
Közeli. Jó szarul lent hoz be az ajel, ezt teszem hozzá. Ja, mindez taxi lájta. Mert az jó moka. Azt is elfelejtem felkapcsolni landingre. Hát azért sokat már nem. Jó, mondjuk ebben az időben igen, tehát ebben az időjárásban ez így, hogy mondjam, pofonnak a szar. Jé, kis hó is esik, látom. Na, szóval egyébként azért, hogy hívják ott meg a saturation, vagy nem tudom, hogy kell mondani, azt kellett át pakolnom, hogy ugye meredekebb legyen az a curve a játékban, mert az a baj, hogy a ezében a trackerjárban ott rendesen működött, a játékon kívül tök jól működött, látott mindenhol. Baj az volt, hogy véget ért egyszer csak az a pont, amikor a játék azt mondta, hogy jó, ideig mehetsz is csak. Aha. És rájöttem, hogy ha meredekebbre rakom azt a saturation-nek a görbéjét, tehát ez gyakorlatilag egy egyenes, ami így megmondja, hogy milyen gyorsan menjen ugye az irány. Igen, és ha az meredekebb, akkor gyakorlatilag gyorsabban megyek jobbra-fölre, mit tudom én. Így elér oda, ahova eddig még nem ért el. Idézőjelben. Lényeg, hogy megoldódott. Na, mi ezt a kört befejezem, aztán gondolod, lőhetünk valamit. Jó van. Én betaxizom ide, aztán leállok. Megnézem még egyszer a másik TS-t. Arra nem emlékszem soha, hogy az A10-nél csak simán ezé gázkar nullára, vagy offra, aztán ezé minden lekapcsol. Hát még utána az aksikat, az invertert, meg ezeket. Jó, hát igen, nyomni, igen, de ezen kívül. Hát hivatalosan nem így kéne leállni. Nem. De megáll tőle. Igen, ez a... Hogy is mondjam, tehát ki lehet, le lehet kapcsolni a számítógépet úgy is, hogy kihúzod a tápból. Pontosan erről van szó. Na, egy másodperc is itt vagyok. Oké. Igen, valahogy így.